erős vár a mi Istenünk, áldás békesség, békesség Istentől, Istennek dicsőség, az Úr áldjon meg, dicsértessék a Jézus Krisztus. Egy kedves kollégától, barátomtól hallottam egy ökumenikus köszönést, amely így hangzik, dicsértessék a mi Úrunk, Jézus Krisztus, aki erős várunk, áldásunk és békességünk. Főtiszteletű püspök úr, nagy tiszteletű lelkész urak, atyák, szolgatársaim, diakonus úr, különös tekintettel a házigazdánkra, Vetre János nagy tiszteletű úrra. Nagyon szépen köszönöm a felkérést és meghívást, hogy itt lehetek ebben a szép történelmi templomban, a Vácott, amelyet olyan sokszor néztem kívülről, hogy itt a város szívében van, és olyan szépen minden rendbe lett hozva. Aztán most, hogy augusztus vége óta itt lakom Vácon, már számos helyen voltam a mi közösségeinkben, gyülekezeteinkben, és nagyon sok helyen ezt mondom a saját szülőfalumban is, ahol már szolgáltam, hogy elfogult szeretettel jövök ide. És hát szabadjon, itt is ezt mondani, hogy elfogult szeretettel vagyok itt az evangélikus testvéreknél, sőt, protestáns testvéreim között is, hiszen én Maglódról származom, és ez egy több felekezetű kisváros, egykori falu, méghozzá hát eredetileg egy evangélikus többségű, és most is egy nagyon fontos evangélikus központ, ha jól tudom. És jó volt hallani Lelkész úrnak a bevezetőjében, amikor a reformáció emlékévéről beszélt, mert én magam is elmentem a napnövendékeinkel akkor még Budapesten szolgáltam a reformáció kiállításra, és nagyon jó szívvel néztem végig, mint katolikus ember. Tehát érződött, hogy a testvériség jelen volt ezen a kiállításon, és aztán különösen megdobbant a szívem, amikor az állandó videó programon a maglódi evangélikus templomnak a konfirmációi ünnepségét mutatták, illetve egy szép pünkösdi ünnepet is. Kedves testvérőcsém, oda járt az evangélikus ifjúsági közösségbe, én a meg a református testvéreknél szerettem meg igazából a szentírást, oda jártam ifjúsági csoportba, úgyhogy mind a három gyülekezettel testvéri kapcsolatban vagyok most is, lelkészeikkel is, és hát nagy ajándék volt, amikor minnyáján itt voltak az én püspöki szentelésemre a Váci Székesegyházból is. Köszönöm nagy tiszteletű úrnak, szolgatársaimnak, püspök úrnak is, és mindenkinek, aki részt vett, megtisztelt augusztus 24-én, hogy ott volt és imádságával bekapcsolódott ebbe, a, ebbe, az ünnepségbe. Ökumenikus ima héten, vagy ima nyolcadon vagyunk most együtt. Már régóta zajlik ez a szép közös együttét, ugye protestáns testvéreinktől származik 1908-tól, az amerikai Egyesült Államokból indul az ima hét. A Katolikus Egyház kicsit későn kapcsolódott be a második vatikáni zsinat kapcsán a 60-as évek vége felé, de azóta is világszerte zajlik ez, és nagyon fontos, és azt láttam, mikor ide kerültem Vácra, hogy itt Vácon is ennek egy nagyon szép testvérisége is egy közös útja van ennek az hétnek, ennek az ima nyolcadnak. Minden évben valamelyik keresztény közösség választ egy szakaszt a Szentírásból, és abból aztán mindig ki van emelve egy igevers, amely a mottója, a vezér gondolata ennek a hétnek, így, ahogy fölolvasásra került már kolábban, most néhány perce, az apostolok cselekedeteiből egy rész. A 27. fejezet, ez már a vége tulajdonképpen az apostolok cselekedeteinek, a 28. vers második igéig tart ez az elbeszélő útleíró szakasz, amelyből a mai ige, amelyet én szeretnék picit közelebbről megnézni, az apostolok cselekedetei 27. fejezete 18. és 19. verse, valamint a 21. verse amelyek így hangzanak, fölolvasom, a rettenetes vihar egyre hányt vetett bennünket, ezért másnap a tengerbe szokt, szórták a rakományt, harmadnak pedig a hajósok saját kezükkel kidobálták a földszerelést. Másik igevers pedig magától páltól való emberek. Rám kellett volna hallgatnotok, nem lett volna szabad elindulni Krétáról. Elkerülhettük volna ezt a bajt és kárt. Az apostolok cselekedetei tulajdonképpen Lukács evangéliumának a folytatása. Lukács evangéliuma, amely a legirodalmibb elbeszélés, a legszebb ö, ógörög nyelven íródott, Lukács a művelt görög orvos tollából Jeruzsálemig írja le az eseményeket, és az apostolok cselekedetei pedig Jeruzsálemtől egészen a föld végső határáig valójában az ősegyház, az óegyház életét, történetét mutatja be, főként két nagy apostol életeseményin, cselekedetein keresztül, először Péter, aztán pedig Pál apostol működésében látjuk ezt. Itt ez a mai teljes, egész heti teljes szakasz, és azon belül ez a mai két igevers is erről szól, egy történeti leírás, útleírás mondhatni, és hát bizony próbára teszi az embert, a lelki pásztort, hogy hát miről lehet beszélni egy ilyen részben, hogy vihar van, hogy ki kell dobni a rakományt, hát ez egy ilyen tudósításszerű beszámoló. Azonban Isten igéje minden mondata értékes és fontos és kincs számunkra, nincs fölösleges szó a Szentírásban, úgyhogy ez is magyarázható, és ennek is van üzenete a mi mostani életünk számára. Nem véletlen, hogy ezt a szakaszt választották a Máltai Krisztus hívő testvéreink keresztény testvéreink, akiket egy tenger vesz körül egy kis szigetország, és ők bizony megtapasztalják, hogy, hogy, mit jelent ez a tenger közepén való élet. Ott kötött ki Pál, és a többi hajó törött. Ott kaptak menedéket és befogadást, és tulajdonképpen ez a fő gondolata ennek az egész hetünknek az a befogadó szeretet, amit ott tapasztaltak, és minden, ami ehhez kapcsolódik, az előzmény, amiről mától kezdve szólunk, és aztán majd a következmények, és a következmények igazi gyümölcse, hogy elindul a Krisztus hit Máltán. És ezt ünneplik meg minden év február 10-én a máltai Krisztus hívők Pál partrakszállását, ha szabad így mondani, és leginkább az ő megtérésüket ehhez kapcsolódóan. Egy kicsi szigetország Málta, talán fél Budapest méretű, és mit jelent a tenger? Az ottani ember számára. Én nem voltam Máltán, bevallom őszintén, de voltam egy kicsit nagyobb szigetországban, nem csak Angliában, hanem úgy alakult az életem, hogy egy alkalommal Ausztráliába is eljutottam, egy ottani lelkész testvéremet helyettesíteni, és hát egy hónapig kényeztettek a helyi testvérek, és elvittek a Csendes-óceánhoz, megmutatni, hogy milyen ez. Közben a látunk elkezdett beszélni arról, hogy az a tenger közelében élő <coughs> ausztrál ember számára nagyon fontos, hogy megbarátkozzon a tengerrel. A szülők, nagyszülők már kis gyerekkorukban nevelik, tanítják az ő gyerekeiket, megmutatják, hogy milyenek a hullámok. Vannak olyan hullámok, amelyek berántanak, besodornak, aztán berántanak, és nem lehet kijönni. És vannak, amelyek pedig kisodornak és kidobnak. Meg kell tanulni. Van egy ausztrál mondás, azt mondja, hogy tisztelni kell a tengert, mert különben, hogyha nem tiszteli az ember, akkor nagyon kegyetlen tud lenni. Hát Pál, aki fogóiként megy a Rómába, és ezt az utat ezt a Rómába vezető utat is az ige az evangelizációra használja föl, megtapasztalja most a társaival együtt ezt a kegyetlenséget, ezt a halál közeli állapotot, hogy ott hánykolódik a hajó, és össze vannak zárva, együtt vannak, mi lesz velük? Már reménytelennek tűnik, Ugye a rettenetes vihar egyre hányt vetett bennünket, ugye írja az apostolok cselekedetei. Ha életveszélybe kerül az ember, valójában akkor szembesül igazán azzal, hogy mi is az ő élete. Hogy mi az, amit tett az életében. Ez mérlegre kerül. És mit gyűjtött. Kiben bízott? Miben bízott? 1999-ben bő húsz éve talán emlékszünk, hogy volt az a nagy tiszai árvíz, a Kárpát aljáról indult, aztán át itt Magyarországon is. Egy kedves barátom, pap barátom, kollégám Kárpát alján szolgált, és pont Csap községben a jelenlegi ukrán-magyar határ mentén, de az a túloldalon van, és azt mondta, hogy egy éjszakát végig rettegtek és imádkoztak, hogy ha átszakad a gát csapnál, elárasztja, és ez az életükbe kerülhet. És azt mondja, hogy nagyon sok minden átértékelődött benne, hogy mi az, ami fontos az életben, és mi az, ami kevésbé fontos, mi az, ami érték. És akkor megtapasztalta a szívében, hogy egyedül Isten a fontos, egyedül Isten, és minden, ami őhozzá kapcsolódik, az az érték, semmi más. Van egy nagyon régi ősi kép, a Szentírásban is megjelenik. Az egyház használja, sőt a lélektan is használja ezt a kifejezést, az ember életét úthoz hasonlítja, mint egy zarándoklat, egy utazás. Igen, valójában mi úton vagyunk, akik az egyház tagjai vagyunk. Az a Kérdés, hogy kikkel vagyunk ezen az úton, kikkel utazunk, kik a társaink, kikkel találkozunk ezen az úton, és mit viszünk magunkkal erre az útra. Ezek ma is kérdések. És bizony, amikor nehéz helyzetbe kerülünk, vagy életünknek a határhelyzeteire, ahogy mondani szokás, amikor jön egy súlyos betegség, vagy egy haláleset, valamely szerettünknek az elveszítése, akkor sok minden átértékelődik bennünk. Végig gondoljunk, hogy mi is az, ami valójában fontos az életünkben, mi is, ami érték. Azt írja az apostolok cselekedetei, ezért másnap a tengerbe szórták a rakományt. Ki kellett szórni mindazt, amit vittek, amit el akartak adni, ami fontos volt, ami oda tartozott a hajóhoz, meg kellett tőle szabadulni, hiszen az életükről volt szó. Igen, lehetnek helyzetek, amikor mindent el kell hagyni. Ahogy mondottam, egy súlyos betegség, mikor egy kedves nagybátyám rákos beteg lett, és szembesült ezzel, még akkor reménykedett, hogy ő majd földgyógyul erre az életre, azt mondta, ha meggyógyulok, mindent másképp fogok csinálni. Nagyon sokat dolgozott, vállalkozó volt. Mostanában megy az interneten egy sorozat Csernobilról, erről a katasztrofális helyzetről, amire talán az akkori információ alapján mi is emlékezünk, és van benne egy drámai jelenet, amikor ott kell hagyni, evakuálják a város, és ott kell hagyni az embereknek mindent, Azonnal nincs idő végig gondolni, összerakni, minden, ami az életükhöz tartozik, minden, ami gyűjtés volt, ami rakomány volt, azt ott kell hagyni. És vannak helyzetek, amikor minden, amiben bíztunk, ami biztonságot adott nekünk, csődöt mond. És azt is el kell hagyni, azt mondja, az elbeszélés a következő versben, harmadnap pedig a hajósok saját kezükkel kidobálták a hajó fölszerelését, az eszközöket, amiktől segítséget reméltek. Sőt, későbbi leírásban az is olvasható, hogy még a mentő csónakokat is, azok kötereit is elvágták, hogy nehogy megszökjön félelmében a legénység, és akkor még nagyobb legyen a baj. Igen, lehetnek egészen súlyos helyzetek, olyan drámai helyzetek, amikor úgy érezzük, hogy talán Isten elhagyott bennünket. Amikor az ószövetségi zsidóságot Jeruzsálemből, Babilonba hurcolják, azt élik át sokan, hogy mintha nem is lenne Isten. Hol van az Isten? És akkor azt mondják a proféták, hogy Isten van, csak eltakarja most az arcát. Nem veszik észre. Vannak ilyen nehéz helyzetek. Közel múltban az egyik településünkön voltam ott a cigány-roma testvéreinket, a közösséget meglátogatni. Nagyon szép beszélgetés volt velük, tanúságtételek, és az egyikük azt mondja, hogy amikor megtért, amikor Krisztusnak átadta az életét, és, és boldog volt, akkor történt az, hogy balesetben meghalt a felnőtt fia minden összeomlott benne. És akkor megkérdezte, hogy hol van az Isten? Most, most ez a jutalom a megtérésért? Nehéz ilyenkor bármit is mondani, de az én kedves elődöm Ber Miklós Püspök úr fölhívta telefonon ezt az embert, és beszélgetett vele, és azt mondta, hogy veled vagyok, veled sírok. Isten titkai ezek, de Isten szeret. Igen, mindnyájunk életében elkövetkezhet egy ilyen pillanat. De az biztos, hogy el fog következni az a pillanat, amikor itt kell hagynunk mindent. Amikor a földi életünk véget ér, amikor át kell lépnünk a kapun. Ebből az életből egy másik életbe. Mindenképpen Krisztus elé. Ez az ima nyolcad, nagyon jó, mert ez a mai igevers szembesít bennünket azzal, hogy úton vagyunk. Zarándokok vagyunk. És nem csak ezzel szembesít, hanem azzal is, hogy együtt vagyunk úton. Együtt vagyunk Zarándokok. Méghozzá valamiképpen úgy, ahogy szintén egy ősi kép, hogy az egyház olyan, mint egy hajó. Nem véletlen, hogy ez a kép, és nem valami szárazföldi utazó eszközös hasonlítja az egyházunk önmagát, mert van különbség a között, hogy valaki szárazföldön utazik, levegőben vagy vizen. Alapvető különbség, hogy aki szárazföldön utazik, az tulajdonképpen bármikor meg tud állni, és ki tud szállni. Aki hajón utazik, az nem tud megállni közben és kiszállni napok, hetek telnek el, hogy valami kikötőbe érkezzen. Ilyen az egyház is. Kedves kollégám picit humorosan úgy fogalmazott, hogy, hogy hát olyan az egyház, mint egy hajó, együtt vagyunk, rosszul lehet benne lenni, de kiszállni nem. Már ha pedig így van, akkor meg kell tanulnunk egymást szeretni. Meg kell tanulnunk egymást elfogadni, ahogy Pál mondja, viseljétek el egymást. Először elviselni, aztán megtanulni, elfogadni, szeretni a másikat, és fölismerni az igazi értékeket egymásban, és, amik, és amelyek hozzánk tartoznak. Tizen éve készült egy orosz film, egy szerzetes közösségről szól, az a filmnek a címe Ostrov magyarul sziget. Érdekes elgondolkodtató, meditáló film. Egy renitens szerzetesről szól, aki kicsit remeteként él ott a közösség peremén, és egy alkalommal az előrjárója, aki éppenséggel egy püspök, elmegy hozzá, mert hogy egy tűzeset kapcsán leégett az ő szerzetesi szobája, és ez egy jó ürügy, hogy akkor oda kéreckedjen -e ez a renitens Különc szerzeteshez, és kicsit megismerje őt közelebbről. Hát viszi a kényelmes ruháját, a díszes püspöki ruháját, a paplant, a díszes csizmát, amit Aténban vásárol, dicsekszik vele, meg egyebeket. Az ágya az nem más, mint egy szénkupac, hiszen ez a, ez a rendítás szerzetes a kazán fűtő ott a közösségben. Hát akkor ő a leteríti, és aztán az történik, hogy az éjszaka közepén fölébred az előjáró püspök, hogy a nyitott kazán ajtó mellett olvas valamit, ez a szerzetes kérdezi, hogy mit olvas? Azt mondja, hogy az emberiség bűneit olvassa, hogy milyen szörnyűek. De már ki is olvastam, bedobja a könyvet a tűzbe, és aztán pedig bedobja a püspök csizmáit is a tűzbe. Elkezd szörnyűk, hogy mit csinál az? Nem tudod, hogy az ördög a püspökök csizmájának az orrában van leginkább? aztán bedobja a díszruháját, bedobja a paplanját, meg mindenét, hát óriási fölháborodás lesz, meg meg, meg, ilyet, meg pánikba kerül ez a püspök, meg a hatalmas füst lesz, meg majdnem megfulladnak, de aztán persze nem, mert kikerülnek a, a, ebből a kazánház szerű cellából, és ez az előjáró püspök végül kormosan, piszkosan, megviselten azt mondja neki, testvérem, köszönöm, hogy megmutattad, hogy milyen híjú ember vagyok, hogy mik a fontosak nekem, hogy csak egyedül Krisztus a fontos. Ő a lényeges nekem, senki más. Igen, most mi is azzal szembesülünk, hogy melyek az igazi értékeink. Anyagi javaink, vagy pedig Krisztus. Kiben bízunk? kapcsolatainkban, összeköttetéseinkben, vagy Istenben. Mi ad számunkra biztonságot, vagy ki ad nekünk biztonságot? Eszközeink, amelyeket lehet, hogy be kell dobni a tengerbe, mint itt az elbeszélésben, vagy pedig Krisztus ad nekünk biztonságot. Nagyon szeretem Ravasz Lászlót. És neki van egy nagyon szép prédikációs kötete is abból az egyik arról szól, azt az elbeszélést, szentírási részt írja, hogy Krisztus, amikor ott van a viharzó tengere, Krisztussal a viharban. És nekem óriási élményt jelentett azzal szembesülni, ezt fölismerni és megtapasztalni a saját életemben, hogy amikor nehézség, amikor krízis van, Krisztus nem vesz ki belőle. Krisztus nem vesz ki a viharból. Nem tesz egy búra alá, hanem Krisztus velünk van a viharban. És ha belekapaszkodunk, akkor ő biztonságot ad, mert a vihar elmegy, de Krisztus ott marad. És mi is ott maradunk, ha belekapaszkodunk. Ő a mi biztonságunk minden körülmények között. Pál azt mondja itt, aztán a záró igeversben, hogy emberek, rám kellett volna hallgatnotok, nem lett volna szabad elindulnunk Krétáról. Elkerülhettük volna ezt a bajt és kárt. De nem marad meg ennél a fölkiáltásnál Pál, hanem aztán elkezd reménytelien beszélni, majd ezt a következő napokban fogjuk hallani, reményt ad az embereknek. Miért? Mert Isten a biztonsága, Krisztus a biztonsága. Tudja, hogy Krisztusba kapaszkodva meg fognak menekülni. Hogy ott van a hajón Krisztus a viharban. A reménytelenek látszó helyzetben is ott van a reménység. Ez a Krisztusba vetett bizalmad erőt neki, Pálnak a hánykolódó hajón, és így tud reményt önteni a társaiba. Adjon nekünk mai szentírási üzenet, reményt, Krisztusba vetett még nagyobb hitet és bizalmat, hogy ő a mi biztonságunk, ő a mi örömünk, hogy egymást elfogadva, fölismerve, szeretve haladjunk egyházunk közös hajóján, a mi urunkkal, Jézus Krisztussal. Amen.